Попитахме представители на различни държави какво мислят за фундацията на Сорос и мрежата от НПО-та свързани с нея. От Унгария взехме интервю с Ласло Туруцкай, депутат в Унгарския парламент и председател на партия Наша Родина. Каква бе дейността на фундацията на Джордж Сорос в Унгария? Сорос Джорджията е и цилетът Мадяровасагон Будапештен, един жидо családból, és aztán innen vándorolt ki nyugatra az Egyesült Államokba. És hát az első pillanattól kezdve tudjuk, hogy Soros György Alapítvány, a Nyílt Társadalom Alapítvány, az Open Society Foundation kifejezetten úgynevezett balliberális szervezeteket, olyan kötődésű, úgynevezett civil szervezeteket támogat, amelyek a hagyományos értékek, a nemzeti gondolkodás, vagy akár a keresztény gondolkodás ellenében cselekszenek, inkább a bűnözőket támogatják ezek a civil szervezetek, őket segítik, mint a, mint a dolgozó tisztességes embereket. Konkrét számodatokat is tudok mondani, itt összegyűjtöttem, hogy 2016-ban az említett alapítvány, Soros György alapítványa mire mennyi pénzt adott Magyarországon. Azért fontos a 2016-os év, mert 2017-ben fellépett a magyar kormány Soros György alapítványa ellen, majd azt is kifejteném, hogy később, hogy, hogy hogyan lépett fel. Tehát 2016-ban úgynevezett egyenlőség, társadalmi integráció címén, ez ugye általában azokat a kisebbségeket támogatja, akik hát elég hangosan próbálnak az úgynevezett többség, többséggel szemben megnyilvánulni. Itt 171 millió forintot kaptak ebben az évben. Aztán például egészségügyi jogokra, ugye ez is érdekes, hogy mi az, hogy egészségügyi jogok, sokszor az úgynevezett LMBTQ vagy transgender és egyéb jogokról szólnak a soros alapítványnál ezek a támogatások. Erre mintegy 100 millió forintot adtak úgynevezett demokratikus gyakorlatra, hát ez leginkább az úgynevezett balliberális pártok, tehát a, inkább ilyen globalista vagy, vagy internacionalista pártok holdudvarához tartozó úgynevezett civilek támogatásáról szól. Erre 362 millió forintot adott a Soros Alapítvány. Aztán emberi jogokra 306 millió forintot adott csak ebben az egyébben Magyarországon a Soros Alapítvány. Az emberi jogok esetében is mindig az úgynevezett kisebbségek emberi jogait részesítik előnyben, és nem a többségét. Aztán oktatásra 96 millió forintot adott a Soros Alapítvány csak ebben az egyeztendőben, és hát ugye ez az oktatás az általában nem hagyományos oktatást jelent, hanem például olyan jellegű oktatási beavatkozás, mint mondjuk azok a, a mesekönyvek, amelyek LMBTQ és egyéb propagandát tartalmaznak, ilyeneket szoktak támogatni Soroség. Ezeket egyébként mindenképpen veszélyesnek tartjuk, és hát itt az úgynevezett rendszerváltozás után, amikor a régi kommunista vagy szocialista tömb, illetve a Szovjetunió is szétesett, akkor Soros György azonnal megjelent az összes volt szocialista országban és óriási energiával elkezdte átalakítani a társadalmat ezeken a célokon keresztül, egy ilyen liberális vagy balliberális irányba tolta ezeket a társadalmakat. Emiatt Magyarországon is a 90-es években, az rendszerváltás után egyértelműen ezek az internacionalista, globalista, liberális erők erősödtek meg. Ebben nagyon komoly szerepe volt Soros Györgynek. как се стигна до ограничаване на дейността на фундацията му в Унгария? Какви бяха причините за това? 2017-бен лепетта мъгър кърмайн и в 2-ти igyekezett akadályozni Soros György tevékenységét Magyarországon. Ugye az egyik az előbb említett civil szervezetek, úgynevezett civil szervezetek támogatása, és sokszor három-négy fős civil, úgynevezett civil szervezetekről beszélünk, ezek nem valós civil háttérre rendelkező szervezetek nem élveznek komoly társadalmi támogatást, viszont rengeteg pénzzel és média befolyással rendelkeznek. Tehát van egyszer ez a civil vonal, illetve van a CEU, a Közép-Európai Egyetem, amely itt működött Budapesten, itt van a székhelye, a központja, és hát mind a kettőnek a működését megpróbálta a magyar kormány 2017-ben akadályozni. Ugye egyrészt a felsőoktatási törvényt megváltoztatta 2017-ben a magyar kormány, méghozzá úgy változtatta meg, hogy Hogyha külföldről finanszírozott és létrehozott egyetem, felsőoktatási intézmény működni akar Magyarországon, akkor államközi megállapodás is kell többek között a működéséhez. Ugye ez konkrétan a Ceura is vonatkozott, vagy hát főként a Ceura Soros György Egyetemére vonatkozott, hiszen Amerikából hozták létre, de kifejezetten Magyarország, illetve Közép-Európai, tehát az előbb említett volt szocialista országok, fiataljainak egyfajta agymosó felsoktatási intézményeként azért mondom, hogy agymosó, mert jellemzően nem arról híres ez a CEU, hogy a hagyományos. És, és leginkább fontos tantárgyakat vagy tananyagot tanítják, oktatják, hanem ezeket az újfajta például a gender elméletet, ami azért hát egyértelműen ennek a szélsőségesen liberális, őrült ideológiának az áltudományos tanítása. Tehát a kormány ezzel a felsőoktatási törvénymódosítással, úgymond megpróbálta akadályozni a CEU budapesti működését, illetve a civil szervezetek számára pedig előírta a regisztrációs kötelezettséget, ami arról szól, hogy a 7,2 millió forintnál nagyobb összeget kapnak külföldi támogatásként magyarországi civil szervezetek, akkor regisztrálniuk kell magukat, hogy átláthatóvá váljanak, és rendszeresen ellenőrizni kell őket. Nyilván ez is azokra a civil szervezetekre vonatkozott, akik a soros alapítványtól kaptak rengeteg pénzügyi támogatást. Azonban kiderült, hogy az Európai Bizottság az védi Soros György tevékenységét, hiszen az Európai Bizottság megtámadta a felsőoktatási törvénymódosítást is, ugye, ami miatt a, a CEU el illetve megtámadta a civil törvénymódosítást is. Ennek az lett a vége, hogy három évvel később az Európai Bíróság mind a kettő törvényt elkaszálta, tehát megszüntette a civil szervezetek külföldi finanszírozásának jobb átláthatóságát, tehát megvédte a Soros Alapítványt az Európai Bizottság, illetve a felsőoktatási törvény Törvénymódosítást is gyakorlatilag eltörölték. A jó hír az, hogy közben a CEU áttette a, a működési területét, a székhelyét Bécsbe, és ez a magyarok számára azért jó hír, mert most Bécsben működik. Как се случи това ограничаване и в какво се състои то? Каква е неговата дейност към момента в Унгария? Hát ugye, ahogy említettem, a kormány 2017-ben két törvénymódosítással próbált akadályozni Soros György tevékenységét Magyarországon, mind a, a CEU Egyetem, mind pedig a civil szervezetek ügyében. Azonban az Európai Bíróság, tehát tulajdonképpen az Európai Bizottság megvédte Soros Györgyöt, és így jogilag a civil szervezetek is tovább tudnak működni, jelenleg is működnek egyébként. És, és, hát maga az egyetem is visszajöhetne Budapestre, egyenlőre Bécsi központtal működik. Ettől függetlenül a soros féle hálózat, mert nyilván itt nem, csak Soros Györgyről van szó, hanem egy komoly hálózatról jelenleg is működik Magyarországon. Смятате ли, че дейността на организации като тази на Джордж Сорос представляват заплаха за националната сигурност на teljesen egyértelmű, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelent Soros György tevékenysége, hiszen nem csak a civil szervezeteken keresztül befolyásolja a társadalom közgondolkodását, hanem a politikai pártokat is befolyásolja, illetve valószínűleg támogatja is. Ugye éppen most jelenleg zajlik Magyarországon egy titkos szolgálati vizsgálat az ügyben, hogy a magyarországi balliberális oldal Miniszterelnök jelöltje márki Zaj Péter elárulta, hogy 1,8 milliárd forintot kaptak egy titokzatos amerikai szervezettől. Most már kiderült a mai napon, hogy, hogy ez nem is 1,8 milliárd forint volt, hanem 3 milliárd forintos összeg, és még mindig nem tudjuk, hogy ki, illetve kik küldték ezt a pénzt. Nyilván felmerül a gyanú, hogy a soros is. Ezek között az amerikai milliárdosok között szerepelhet. Soros György nincsen egyedül, tehát nem ő az egyetlen ilyen milliárdos, nagyon sokan vannak, vagy akár a, a, a globális nagyvállalatok, akik a, a világgazdasági fórumban tömörülnek, tehát nem ő az egyetlen ö, olyan személy, aki így beavatkozik ö, ö, más országokban, és különösképpen a mi térségünkben, a, a kelet-közép-európai térségben beavatkozik a a politikai, társadalmi folyamatokba, tehát nincsen egyedül, de kétségtelen, hogy az egyik legkárosabb figura, aki egyértelműen veszélyt jelent a, a, az országok szuverenitására, függetlenségére.